Ma lesz évnyitó. Jesus Christ. Évnyitó? Akkor hogy tudtál belépni ide? Hogy érted? Hát a évnyitója lesz. Hát de ma lesz. Nem most van. De neki évnyitója lesz. Te csendül előtt rá kell nyomni, hogy hány éves vagy. Hát 18 éves korában az embernek még lehet évnyitója. Igen. Hát simán. Ha hogy? Hát mondjuk... Hát középsuliba? Középsuliba. A faszom megy el középsuliba évnyitóra. Hát valahol kötelező, mert megbaszol. Mi az, hogy kötelező? Hát van olyan. Hát ne hülyéskedj már. What? Vagy csak megbukott, egyébként az is lehet. Én azt értem, értem. Na jó, mondjuk aki OK-n van, ötöd éven vagy hasonló, azt nem értem, hogy miért megy évnyitóra. De valakiknek tényleg kötelező. Hogy el vagyok tévedve? Ti kimibe jártatok évnyitóra? El vagyok tévedve. Azt nem tudom, miért mondták, de az biztos, hogy tényleg van olyan, hogy kötelező. Azt hiszem nekünk is az volt. Középsuliba. Kötelező évnyitó. Hát így ott kellett lenni. Egy csomó infót megtudtunk, meg mindent. Ha nem vagyunk ott, akkor nekem ezekkel a kötelező dolgokkal mindig problémám volt, jön egész életemben. Tehát, hogyha nem mentél, meghalsz. Nem, csak lemaradsz egy csomó infóról. Hogy hol van a suli? Nem, hát oda akkor kaptuk meg, hogy mit tudom én, nem tudom, mi volt. Középsuliba mi a faszom, milyen információ kell? Az órarend az fix, nem? Nem. Kik lesznek ott? Nem. De az is, hogy az óralőtt is akkor kaptuk. Tehát aki nem ment el évnyitóra, az így nem tudta. Ment, bement a suliba, azt így genci, most mi van? Lehetett tudni, de na. Igazgatói figyelmeztetés volt a díjazás, ha nem mentetek. Ilyen már úgy kezdeni a sulit. Igazgatói figyelmeztetésben részesítem, hogy nem jött el az évnyitóra. Atya úristen! Tehát ez az iskola? Van szigor. Ez a suli? Hiába tanúzgetsz, de mit az évnyitóra, Jesus Christ. Na mindegy, én már csak ilyen rebellis vagyok. Amúgy meg az igazgatói, az egy achievement. Pum. Nem? Az achievement, az igazgatói? Ha miért nem? Azért ez durva már. Mi durva? Hát kapsz igazgatóit. Akkor de, valami... de érted Jani, te durva. Gondolod te, hogy durva. Azt mondjuk egy csőd, nem érsz el évnyitóra. Ja, hát jó, igen. Azt kapsz igazgatóit, azt így, úristen, ez a csávó, ez bedes, biztos van tetkója is. Ez bedes? Vagy mi? Ő nem jött el. Ez mi olyan durva, érted? Hogy azt hiszed, hogy mit tudom én, érted, felszárt az asztalra a történelem órára, az közben csak nem ment el. Csak nem mentem évnyitóra. Tantestületi durvább! Ajjajjaj! Tantestületi figyelmeztetés! Az mi a szar? Olyat még soha nem is láttam. A tantestületi az olyan, hogy így beállítanak a tanáriba, és minden tanár leköp. Az is, aki nem tanít. Igen. Gondolom én, vagy nem tudom. Valami hasonló lehet. Milyen durva cuccok vannak, te jó isten! Jó, persze, hogy nem buzdítok senkit a rossz viselkedésre, semmiért nem is mondtam, csak itt nevetek ezeken a dolgokon, mert olyan régen volt. Kibasznak a suliból? Az a tantestületi? Hát az már azért egy eléggé komoly dolog. Azok már a főbedesszek. Hát amikor kibasszák a suliból, az igen. Azok a nagyon durva csávok. Azok már fú, nagyon. Azok már tetkósok. Nagyon, jön a könycsepp. Ez egy könycsepp, egy kibaszás. Kibasztak. Így van. Köcsök. Úgy. Mutasd a talód. Na mindegy, ez durva cucc. Igen, Mr. Felmek igaza van. Azt kaptam testet, hogy ez év zárulása vagy. Ez a kombinációs technika, az nagyon kemény. Jó, egyébként erről, tehát én, most, hogyha nem mentem volna a középsuliba évi tóra, nem kaptam volna érte igazgatóit. Én sem pedig. Ez tény. Értem. De nem. Sose voltam. Ja. Nem tudom. Biztos jó, megnyitották az évet, tudod? Érted? Aki nem megy el, az nem tudja, hogy menni kell, érted? Gondolj bele, az októberben egy jó, hogy kettő, hallod? Már el kellett volna kezdődjön szeptember elején ez a kúrasul. Mi a faszom? Hát igen. Nem kaptam levelet, e-mailt, nem értem.